Vagyunk. Szia, botnéző! Hello, botnéző, és szia, streamnéző, itt vagyunk, és papalorgle, kösz szépen még egyszer a nagy pénzt, és mindenkinek hello. Én nem tudok. Mit nem tudsz? Hegedűni? Lábon? Kézzel? Vagy mi? Melyiket nem tudod, kis angyalom? Mondjad el a kis papának. Na, halljuk. Képet láttad be? Az bazd meg úgy van már másfél hete. Szomorúan. Szevasztok, szevasztok! Hello mindenkinek! Sziasztok, fiaim! Szia! Ma is ki van simulva az öri. Úristen! Mi a faszom történik itt? Elnézést, ura! Elnézést! Megkérhetném, hogy ne laptopozza itt az unokahúgomat? Elnézést, uram! Lehajolok, begyarulok a zsebibe. Hú, a legjobb energiaital van itt. Telefonja. Turbo, ez mire való meg ez az olajpumpa? Pénze nem sok van neki. Van egy kormány nála, geci. Szavasz, öreg! Szia! Mi zumi, ott csinálsz itt? Á, most már én megbotottam, azt véletlen belenyúltam a zsebibe ennek, hát. Ha, van ez így, kérdő. Baszd meg. Jogosítványa is van neki. Bangós anyi. Azért, mert elütöttél, te faszopó. Mangos, ennyi leszek. Elütöttél, mikor mentél ki direkt. Mondtam, hogy válaszoljál nekem. A Joker kitalál minden féléit, hogy kibasszon velem. Most kérdezte az öreg, és látta ő. Figyeltek már ennek a zsebét, nézd meg, milyen pupas ennek a zsebe. Az benne van egy egész turbó. Hát az milyen? Azt a kurva, olajpumpa. Aranyóra. Hova van a zsebibe? Mutasd meg, egy egész turbó. Szerencsé, hogy nincs nála egy 3000-es TDI motor, geci. Lajos. Mik autó? Autókormány, he. Azt néztem el. Szia, öreg. Szevasz, Lajos. Figyelj csak, itt a kollégáról el kéne állni. Elnézést. Bocsánat, hogy így magára álltak. Hű, bazd meg, milyen milliómos kocsi ezt a fiú. Nikolász, kösz szépen, Dominika 10 ront. Vakcina, kösz a 3 eurót. És Sox, kösz a 10 forintot. Lehajolok ide a csöves koporsófejű Terminátor arcú fiatalember mellé. Az édesanyja jogging pelsőjét vette fel a mai napon. Begyúlok a zsebibe. Ez már ragályos, te kurva! Jaj! Hát ez ki van kockodik, mint egy 30 éves tornacipő. Na, figyeljetek, kik ezek a madarak itt? Na mit tudom én, ide jöttek... Látogatni. Igen, nem is az, hogy látogatni jöttek. Ide jöttek, azt annyit mondott mind a kettő, képzeld el, hogy itt lenne ez a faszopó öreg, ez a kis vén, huzentrógeres kis köcsög, az a MyFault-os faszopó, akkor most leszopatnám, érted? Én meg a barátodként kiálltam mellett. Azt a kurva, micsoda történet. Jaj. Jézusom, és hát ez a pai fiatalság, tudod? Ezek ilyen passzibáló kis csöves geci. Kis takonypújó faszopók. A rák a gyomrukat. Ja, bocsánat. Nem már engem. Ez véletlen volt, bocsánat. Jó. Öreg. Igen? Képzeljétek el, amúgy nem is mondtam. Jó, mert tartsd meg magadnak. Ennyit hallok, az értelem sűrűn. Az meg folyik a gyál a szádból. Mondjad, Lajos, mi van? Merre, hadd szereljem ezt meg? Most akartam mondani, hogy voltam az első tanórámon, és sikeres volt. Milyen tanórát te mezőjük? Ezt mit tanultál? Mi? Igen, buziskodásból levizsgáztál? Lediplomáztál buziskodásból? Basszopásból? Akkor meg miből? Olivier, köszönöm 4000-et, nagyon szépen köszönöm. Hunora 2-t, nagyon szépen köszönöm, srácok. Nem szarra pirítasz te, Lajos. Figyelj csak, takarodjál hozzad ide az izét a dolgokat, a kanyarpúrók, kalapácsa, talpasködmérőt, meg ilyeneket, Lajos? Hozogjál, mert fölrúgat a faszomba. Ott van a kanyarfúró hátul amúgy. Na, figyeljetek ide! Most itt van egy jó... Ez azért, nézd meg, ennek azért van viselkedése. Ennek a gépjárműnek. Ez milyen a viselkedése? Mondjad már, így nem tudom, hogy mi. Nézd meg, narancsosra van pújva, de ki a gecit érdekel. Lökhárító is 10 centivel arrébb, amit kéne. A narancsamód is, ez csúnya szín. Érted. Az anyám 700-át. El kell sütni ezt az autót, papírok nélkül, te fiú. Nyomassuk. Üljél befele. Vagy meg vagy a mizével, a verém gecivel, a pogas kampópejével akarsz menni, azt is megérted. Ki a fasztérkel? Elütött tudod. Engem, baszd. Ki a Lajos? Ne idegesítsél be, hogy ez itt fölakad. Baszd meg. Na, ezt helybe kell elsállni. Ezt itt kell eladni. Lajos, gyere ide! Feküdj alá! Megszerelem.
Már mindjárt megpróbál. Nem hallani, mert elakadtunk, hát gyere segíteni. Ki kell lapátolni a lóla, igen? Most szerelem. Szerelem, se nélküled, rákad gyomrodat. De ne, úgy toljál meg lassan. Már nyomom alól a kifele, ki basznál, sem nem alul a hely. Szart kiverem belőled. Most nyomjad, Lali! Nagyon finoman! Mondom, finoman, te fiú. Aha, még egy picit, nagyon jó. Jó van. Jaj, de szép. Na, pusztuljál, gyerünk. Zsolt, kösz a 200-at. Na, nyomuljunk, nyomuljunk. Várjál, de nagy fölakadjunk megint, bazzom meg. Menj ide szembe át, Lajoska! Miért szembe? Faszom kembe? Hát mit tudom mi, hol adjuk el? Publikba? Aha, aha. Az a baj, ott nagyon sok a szemtelen, azt egyből kiugrok, szúrok, harapom, mint a darázs. Érted? Jön ez a passzibáló? Mi hangja van ennek? Azt a kúra meg. Jézusom. Hát itt nem sokan vannak mostan. Az nem baj, nézd csak, itt van előttünk. Egy, kettő, három, egy biztos. Bocsánat. Jó. Vazd meg! Szeretni csak téged lehet. A húrva élet. Század lehet. Azt a vidős kurva eget. Jó napot, is szeretem. Nagyon autó? Most nagyon olcsó. Eze. Utasd, ez milyen? Eze, nézd. Mondjad, milyen? Eze. Ez egy repülő 8-as. Hogy? Figyelj, 1200. Mennyi kell? Egy misélyen már biheted is. Hát, ha dugd fel magadnak annyiért. Szólj anyádnak, az belül eltűnik az egész, te verébb geci. Mit képzelsz, te kivel beszélsz, ha? Kiszállok úgy papán, basznak, hogy összehányod magadat. Na, gyere, boxoljuk le. Ha, erigyél már, éppen csöves bálva. Túl sok energiai tartani. Szevasszok, szia, hello. Szavaz. Mi a helyzet, testvéreim? Minden patta, köszi. Jó, majdnem múlik. Figyelj csak, megveszitek ezt a szart enget? Olcsó bandok. Mennyiért? Már veszem? Holnap, igen. Már holnap? Na, van nálam izé. Holnap, ja. Egy gurigába viheted, bátya. Mennyiért? Egy misi. Süket vagy, mi a passz? Egy misi. Hát, mert mit hittél? Német izé, prémium. Ezresé? Szólj anyádnak, egy ezresé leszok kétszer, tudom. Minden este csak hogy dugom, semmi baj. Amíg a fejedben van egy haj. Menjetek már a faszomban! Elindjél már el! De mi mit eresztesz le, te csöves geci? Állj meg, bocsánat, fiatal ember, elnézi! Jó van, a fejeteket kéne leeresztem. Gyere már, testvérem! De mit eresztel le? Azaz mehet, hogy mit csinálod itt az erőszakokat? Elfogjuk, már fogom a kézikompresszort, elkezdem. De te most csinálsz? Istenem, elkezdem felfújni. De milyen kézikompresszorokat csinálgatok? Ja, lábi kompresszor is nálad? Ha? Ja, zsebedben van kompresszor fejű, ha? Te tágulási tartás. Normális vagy? Te a jogosítványt, kombolányért van, vagy jó kezd? Már előre látom, ti mit köttök idegizdulni, mi? Te kivel beszélsz? Egyáltalán kipopázik, hogy szoktassam tagadnak a veri harcodat. Szállj ki, te kis buzi gyerek. Gépből szállják ki akkor, te mikropompejű köcsön! Te mit ütsz? Hova ütsz? Hova ütsz, te verébarcú? A lopott tekeredet told el mindent. Na jó van, Hitler újt vissza a kocsiba. Erinnyi, bocsánat, elnézést. Kérjé bocsánatot. Ez szia. Vigyázzat, elnézést. Na, a bazd. Jaj, elnézést. De mi a passzomat csináltok, more? Hát ez nem a Dodgen Party. Jogosítvány. Jó, pusztuljál innen, kis táska, legyen szíves. A Bob Sigler, figyelj ide. Szét kell baszni azt a mikropompejűt. Azt mondta, hogy buzi vagy. Hallod? Azt mondta, Tesco-s Brad Pitt rád mutatott, azt mondta, hogy buzi vagy. Azt tudod milyen? Olyan, mint egy lépcsőház, sötét és korlátozott. Ez igaz. Ne kedvesen. Akkor szálljunk ki, gyere. Bemutatjuk neki. Már gyere ide, hallod? Ó, bassz meg itt. Ó, mennyi karib, sok arab jó, hát. Itt nagyon sok a higiéna, te fiú. Milyen után? Hát milyen ki kerekít? Ide lemegyek fel, ezt itt megállok. Ne menjél utána, ott a terepjáros szoppofázodban a kézi kompresszor keci. Tudom, csak... Menjél, mert el fog menni, ki akarom... Mit csinálni szembe? Ez volt az, nem? Állj meg. Nem kell az erőszak Jokered. Kinder tojás. Figyelj csak, Kinder tojás. Pusszulj arrébb, légy szíves, mert... Júj, ne! Tajkártya legyen nálad. Tehát büdös tojás. Azaz, daráljad a sok passzopót. Ez a rózsaszín... Elnézést, uram! De nem... Figyelj csak, ez nem a Tokyo Drift, pékezd magad! Jó? Nagyon mortos vagyok ma.
Látom, bazik, szétbaszod ideg téged. Mi történt, Bo? Hallottél? Mi kezd hülye? Hol van az a Teslás köcsög? Azt kéne szájba baszkodni. Az elment már onnan, hát ezt nem meg. Mi van, Rugós Lajos? Mi a helyzet? Mi az, hogy haver? Ismerjük egymást? Igen? Téged nem, viszont a felvezet, azt igaz, az előbb megszúrkált a híd alatt. Megszúrt téged? Azt mondták az urak, hogy lövöldöznek. Jó, ezt meg kell beszélnünk. Ez a fiatal ember. Ez megszúrt. Figyelj csak, jól vagy? Ja, tényleg, de el is engedtem, mondtam neki még egyszer, oda jön, akkor ki lesz taposva bele, úgyhogy ez, ez a pérpiszú, várj egy picit. Semmiért nem mondtál. Állj le, állj le. Gyere csak is. Uram, tegye áll a kép, tegye áll a kép. Rendőrség is jelen, Bart. Fölmutat a szerben. Jó napot, jó napot a szerben. Azt sincs nálam. Hát érti, csak véletlen volt egy vízipisztó. Jó napot, biztosul beszélhetünk? Persze, mert ez egy szexuális zaklapó, az a Bobby frizurás köcsög. Jöjjön, megbeszéljük, jó? Jöjjön ide a rendőrautóhoz. De nem bírok odáig menni a passzomat, nagyon messze van. Hát így is szúr az oldalán. Messze van, uram. Hát nem, messze van, nem értem. De én nem ezzel az oldalakon megbeszélni, hanem a másikkal. Guruljál már el innen, légy szíves, meg szépen vagyok, mit zaklatsz? Kész, így van, te szexuális zaklapó. Egész a kurva járkálni, most meg az meg akarja baszni a barátomat. Meg akarja kurni őtet. Kérem az úr, távozzon önnek, ja, igazolt a testvére. Ja, don't touch her, Bobby Prizzi. Engem szurkáltak meg, és akkor én... Jól van, bár, Tesco Sabival, pusztult majd, de nem. Örüljek, hogy nem sebbe lettél szúrva passzal. Ja. Elnézést kérünk, bocsánat. Legközelebb jó lenne, hogyha közelebb lett. Tudnának lenni egy picit beszélgetni? Persze. Mi újság? Azt mondták, itt egy bejelentést kaptunk, hogy szürke aurisok lövöldöznek a pultunk. Jó, szeretnék egy kijelentést tenni. Hazugság az egész. Hazugság. Ez nem Audi egyébként, csak mondom valami más. Becsületes állampolgárszok vagyunk. Ez lenne. Már meg. Jöjjön, nézze meg a jelet. Milyen jelet? Hát ez egy Audi. Biztos, mi? Ez egy Audi. Eladó, nem érdekli magát, főnök? Hát annyira nem amúgy. De miért? Hát az érzem, mert az olyan pinomágnes van benne, hogy le kell rúgdosni hát, kurvákat a motorháztat. Az igen. Van a szar amúgy. Nem tud kölcsön adni? Csak mondom, hogy itt van egy barátunk, azt nincsen jósítvány, ott megy elő. Szerintem most megy utána. Szerintem most kapja el a kollégám, igen. Akkor én mondtam. Így van, hát na, a bűnös akkor én itt lettem hagyva a gecibe, jó? Semmi baj, el tudjuk vinni olcsón. Olcsón? 5000-é. Jaj, ez mit jelenti, hogy olcsón? 5000-be eldobjuk. Hát 5000-ért, most mondta, olcsón 5000-re. Üljön 5000-es eldobjuk. Annyira jól nem fizet azért ez a munka. Akkor mennyi van magánál? Hát most te érti. Hát jelenleg, uram, mondnám, hogy darab megmenő. Jöjjön már ide, a szüljön be, megpedve az jó lesz. Figyeljen már ide, az a zöld gépjármű az nekünk jött, nem tudom, látta? Hát annyira nem. Nem, most ez összetört a kocsit. Meg is érdemlik. Az úr, mondtam, hogy távozzon el, jó? Jöjjön biztos úr. Szerinted kilopta volna el a kurva? Ja, hát a csöpöm, ki a faszom vagy, te hülye gyerek. Kilopta el a csöves geci, meg vagy szédő, megsütötte a napestem, vagy mi? Itt árogatjátok a lopott autókat, mert akarnál nekem bemesélni. Milyen lopott autókat? Honnan vesz? Persze, hát ott volt egy cigi. Csak azért ugrottam meg. Semmi baj. Igen, akkor szóval a lányát beszokkott így. Tudod? Nem szokott a cumi. Miért hazudtam? Barátom nem hazudik soha. Pulikutya, hát menj már el, azt dobok egy csontot, húzz vissza. Mert a pulikutya. Gyere pulikutya, gyere. Sarokit kérem, hagyják el most az annál azt a területet. Mr. Paszka, korrél, kösz szépen. Szebben beszéljünk már a rendvédelmi tagokkal ki. Maga meg ne hagyja magát. Hé, rendvédelmi tag. Spanom. Minden nap együtt sörözünk, igaz? Szopod a faszát, mi? Figyelj, elnézést! Kérem. Bocsánat. Maga buzi? Mi a problémája magára, kurom, elnézést? Az, hogy ellottátok a kocsimat. Nem baj, nem hozzád beszélek, hogy miről beszélünk? De neked csönd van, nem baj, hogy zavar. Mondja pördök. Mugatsz? Most mi a probléma? Szárkosorra tegyél már előre! Mind a ketten a területet. Az a problémám, hogy a... Kérem uram, hát ellopták az autóban ülő személy. Jó, megoldok minden nyugodtan. Menjünk el innen. Én nem hiszek magának. Maga hazudik. Pedig volt ott egy tudja, hogy az másik személy is. Hogy hívták? Ilyen... Azt nem tudom, hogy hívták, csak hogy azt nézett? Tudom, hogy két egy... Ata? Hát egy ilyen... Erik be a picsába. Ilyen kocka. Igen, egy fogas, hogy ne tudnád, nem látod, hogy beszélgetek, te popátlan geci. Nem látod? Menjél már innen a fazba. Erigyél már a gecibe.
Szóval... Te bobsziklőr, most mi bajod van neked? Tándorozó? Hozzátok vissza a Teslámot, mert meg lesznek kotottatva tényleg. Nincs nálunk a Teslát, jó, figyelj, a turbinképedet szobd le magad a turbinképedben. Viszontlátásra, köszönjük. Mikomat kecsi? Szava? Azt a büdös kurva eget. Istenem, szétugtak az agyam el. Nem is tudom, ki volt az, aki odajött paraszkodni, így megszunkáltam, képzeld el. De ilyen történt, sosem nézem ki belőle, de megmondom őszintén. De nem őszintén. Szúrtam meg. Hát. Hazugság ha megszúrtam volna, nem lenne itt, azt gondold el. Nagyon rosszul esik ez most. Te Lajos, a szól a gecibe van. Állj oda, hagyj szállj, rúgjak rá. Fordulj meg gyorsan. Menj. Ti fordog ezt a hagymapajú gecit. Húgyozz le, üssed, vágjad. Ne fogdossatok intim helyeken. A kurva anyádat. Húgyozz nyakor. Látod most is, hogy mit csinálsz, látod? Ja, mit csinált, megbontott a piatal ember. Hol is van a szaktos kolléga? Te miről beszélsz, hozzá se értem, te csövök. Yeah. Szaktos kolléga, menjél anyukádnak, szóljál, tudod? De mit kikéssel? Nem van, szólok anyukádnak, jó? Öreg, ne foglalkozzam vele. Ez itt Gang City. Nem jöttök ide vagánykodni. Mi ez a Gang City? Mainer a picsába. Gang City, menjetek vigyel vissza a dobadába, menjetek vissza a képzelt világotokba. Vigyelj csak ide, te passzopó! És ha lőd le magad a gecibe, ebben beledet ki fogom ereszteni, jó? Az öreg ember tisztelt tisztisztolja. Rebben? Kicsivel vagy nagyon, nézd csak! Szépen viselkedjél, jó? Ne kell egy popámba szorakpasszal. Mögötted muzikálnak, akik pakolják a picsádat szerintem. Mi meg anyáddal vagyunk kapcsolatban, érted? Hol vannak a buk? Van valakinek is kaja? Persze, kérsz? Séta. Jó, van, kérjél nekem is dobat. Abban az autóból, kis. Ah, finom volt. Jó vagy, uram? Finom volt, őkös. Ezt el kell kaptunk, te fiú. Mind a kettőt meg kéne cipézni, a faszon ki van már az ilyen csak kis... Csak oda megyünk, a sok buzi oda gyűlik, bazd meg. Az a hát baj. Hát tudom, hát nem lehet sem semmi kívánosan. Szevasztok, mi a helyzet, buzik? Jön a maffia, értete? Készüljetek tőle. Erigyél már maffia, hát. Honnan jöttél, macskó csoportból? Légy szíj, ne bántsatok már. Meg tudsz bocsátani? Ugye bocsátok kérek tőled, jó? Megbocsátasz, te büdös geci. Ha? Na? El is álljunk, hogy miért. Te is, öreg. Figyelj majd ez a lopott motorral, mit beszültök itt, bazd meg? Szépen bocsánatot kérdél. Most vettem, úristen. Ha? Értem. Sportember vagyok, testvérem, sportember. Nézd a kezdet. Pak! Így Úristen! Te passzopó! Egy másodpercet van, hogy átosztuljál innen, most már legyen. Kurva anyádat, te csöves geci! Egy másodperc, egy! Mondom, egy! Figyelj csak ide, te csöves geci! Te miért verekszel a barátommal? Miért szurkáltad meg a híd alatt? He? Most papáz a buzi gyerek! A barátod volt az! Szopjatok le! Úristen! Elnézést, fiatalember, jól van? Megmentettük magát, akarták kirabolni, jól láttam? Köszönöm szépen! Úristen! Jól van, viszlát? Hallod, hát? Most van, revansot vettünk mind a kettő faszfokon. Baszke, ezt nem lehet bírni idegileg. Á, ne is mondd. Ez egy rendőr volt, remélem nem láttam. Dehogy is. Lalival mi a faszom? Nem tudom. Elmenekült a rendőr igazoltatás alól, azt tudom. Tényleg őt üdösszék az elő? Hát, hogy a szerinted kit? Faszomat nyomjam a külébe, hát ez a gyerek. Most meglássuk, hogy meddig eszkalálódik itt ez a helyzet. Ki eszkábál? Micsoda? Eszkábálódik. Ja. Nyalda meg rá is, le is úgy azok mindjárt, he? Úristen, mi történt itt? Ó, hívjak mentőt. Dehogy is. Aj, nincs talán telefon. Balázs, nagyon szépen kösz! Nekem a szubot. A kocsi. És Lilla, nagyon-nagyon szépen minden. Köszönöm neked ismét a 10 subgiftet! Piros, melyik? Öreg, ott! Ott a jobbra piros, ami beállt. Nem látok, bazd meg. Piros? Jobbra, látom. Nem ez, bazd meg. Hát, bazd meg. Ezt a nyomorultat. Te normális vagy, hülye gyerek. Az a baj. Elmondom, mi a baj. Kiszállok, úgy pofán basztlak, hogy menetet vág a nyakadon. Te figyelj meg, de. Ki van pálva a lyukad? Mit csinálsz? És kereszt az ödösben minek hajtasz ennyivel, te? Te buzi vagy? Minek jöttek át ebben a piroson? Milyen piroson, te csöves? Hát itt álltunk, te ocskorod. Figyeljél már, zebrán basztál telibe, hogy közlekedsz? Vazogat, ránk rátottad a kormányt, te büdös tojás. Erítsd be a faszomba. Ezt mondtad el? Szia, uram! Jó napot! Ez egy sportautó ez? Öreg, szevasztok! Szevasz Lajos, assza milyen kocsid van. Hogy lettél ilyen gazdag? Úristen, de szép. Nem ez a rendőr van itt veled? Vagy hogy van itt?
Jó napokat, jó napokat! Tiszteletem, mi a helyzet? Szervusz, jó! Hát nincs is. Szóval az a baj... Na jó, van akkor. Hogy annyira nehéz... erre. Nem skriptelt RP-t tolni, mert geci... Mindenki oda jön MG-ből, amivel nincs baj. Csak nem lehet RP-zni, mert... Egyszerűen odaözönlenek. Ez a csávó is ránk rántotta a kormány. De így szándékosan. Micsoda? Akarod, hogy énekeljek neked? Hát figyelj, csak inkább kiugrok a faszomba innen. Ott vannak Ez az? Miért nem hamarabb fordult a bomba, öreg? Elnézést, uraim! Egy bűnözővel van dolgunk? Én most segítek, a rendőrök vagyunk, most civilbe vagyunk. Megtennéd Lajos, hogy kiszállsz a kocsiból és átadod a rendőrségi végigazgatást? Nem probléma, tudok rajta segíteni, tudod Marikám. Tamás, kösz a fél évet. Jövök neked egyel a mai nap után. Új badge-ed van. Mert? Miért vagy ilyen a rendőrbácsival? Lajos. Állj már ki, ne legyél geci. Most voltál a bíróságon, megint bele akarsz keveredni valami szarba? Még ki se fizetted az izét, a büntetéseket. A másik. Vigyel, biztos úr, ez egy bűnöző. Jaj, de nem csatolódik ki a biztonság őse. Igen? Nem lehet kicsatolni. Jó napokat! Szevasz, fiam! Érdekel műfasz. Igen, figyelj, édesanyádnak szóljál, ő nagyon fog örülni neki. Ha rám hallgatsz, tudod? De most, hogy átadtad ezt a remek üzenetet, egy dolgot kérdék tőled. Erígy a büdös picsába, jó? Rendben. Szeretettel mondom. Tegyél el a pisztoly! Köszönöm, szia! Jaj, bocsánat. Úristen, rendőrségi intézkedés! Biztos urak? Jézusom! Menjen már, Linda nem látja? Ahol milyen szép ez az autó, látod? Jó, tudok segíteni, hogy ha nem találok rá semmit, a neve Frank Cassel, a hindalat lakik általában, a fekete kereskedelem a legfőbb profilja. Ez alatt azt mondtam, hogy fegyszerek, rúgók, személyigazolványok, egyéb hamis okiratok előadása, vagyis egy hét, igaz öreg, egy héttel ezelőtt voltunk pont ezért a bíróság. Így van! Jó, köszönjük az információt. Ez nem igaz. Megmentsük a Lajos, gyorsan válaszoljatok. Egyes az igen, kettesen nem. Semmi baj nincs vele, egy... Össze is el is álljult. Jó, jó, a bíróságon volt, tudják? És ott már megítéltek neki 800... Mennyi? Mennyi tanulni? Joker, egy pillanatra tudnál jönni, ne haragudj! Most mi történt a Lajossal? Szerintem le fogják tartózni, tudod? Azt nem hagyhatsuk. Én ezt tudom. Nem hagyhatsuk ezt. Balkezett jó szorosan. Jó. Gyere, menjünk. Rámaszom a fejét, az úrnak az autó. Uraim, dobják el a fegyvert, legyenek szívesek? Nem kéne. A büdös kurva életbe! Kösz öreg! Kussoljál, basz meg! Joket lelőtték, úristen! Hozzad, medd le magadról, bilincse! De nem tudom. Állj le, pusszulj innen! Semmi történt. Semmi. Erigy in... A picsába. Nem hagyhatunk szemtanút. Ide jövök. Most ellövöm a bilincset, jó? Lehet, hogy eltalálok, Lajos? Készen állsz? Lajos! Jaj, öreg, de nagyon félek. Nem talált? Nem találtad el. A bilincset vagy téged? Hát egyiket se. Na várjál, megpróbálj, nincs rajtam a szemüveg. Ajaj. Most figyelj. Ne böngél, ne böngél! Most megvan! Öreg, nézz rám a szemeddel és úgy lejön fixen. Várj egy picit. Oh. Ne! Várj egy picit. Lajos, tiszta szar a lyukad. A Joker, menj gyorsan a nyakadba. Jó. Jó? Erigy innen! Persze. El kéne menni a rákba. Szálljatok ki. Gyorsan, Betpő! Joker! Gyere, üljél befele! Gyorsan, mit a kórházba? Hát baszd meg, jelöld már be! Priccol a lyuka neki. Szerintem befosott. Be? Szerintem igen. Jó, tartsad a markodat, nehogy szarus legyen a kárpit, nem kell adnunk ezt a kocsit. És hol a kórház? Hát nem tudom, baszd meg. Nem találom a GPS-en. Írd be, hogy kórház.
kórház? Hát biztos. De melyik kell a Békés Csabai? Az, ez kórház? Várjál, mert mellom van. Nem tanálom. Bazd meg, ne idegesítsél mellomos. Kurva anyádat, most miatt ott fognak körözni? Buzi gyere. Köszönöm, öreg, hogy... Nem, ez nagyon kevés lesz. Nem, mert nem, nincs ilyen köszönöm, ne is mondd ki. Pénz! Jó, itt a kórház. Menjél, öreg. De mit, nem látok semmit. Ja, most jó. Faszomat a fületbe. Dénes, kösz szépen a szobat. Öreg, mert tényleg fosik. De csak sorultak golyó a fülit. Ahogy elnézem, sokkot kapott, befosott, elálljunk. Kapaszkodjál! Ajjaj! Látod, bazd meg, hozom itt a kötelezőt. Ez egy rendőr, öreg? Nem, de ahogy is azok ilyen buzik. Pusszuljál befele gyorsan. Segítség! Ez melyik film? Hát ezt még nem tudjuk. Ez a méhész. Legújabb része az öreggel. Jó napot kívánok, uraim, tiszteletem! Tiszteletem. Nagyon nagy szarba vagyunk. Itt a kollega allergiás a barátomon. Golyókra, mert lelőtték őtet. Megtámadtak ilyen rossz kannibálok, ugye péllábú kalózok. Most elkezdtek ott tövöldözni. Sok csöves gecivel nem bírtunk. Tudnátok segíteni? Mert be van recsembe itt a cimborám. Persze, látom az úriember az eszméletét visszanyert, hogy segítek neki feladat általánál fogva. Mindjárt nálézom itt is. Kösz szépen. Milyen emberek támadtak a nőt? Hát volt az egyiknek két szeme meg a gyóra, nagyon csúgya volt te fiú. A rákjelsz a gyomrához ilyennek. Mi a gecit mondta? Elnézést. Valaki nincs egy cacikbe, most műtik a barátomat, az pikkert. Figyelj csak, neked nem cigi kell, hanem egy kinder tojás, úgy hallom. Inkább szopogass egy nyalókát, geci. Mini Maxon, a dászszünet van, vagy mi a geci, Lajos? Igen. Hát hozd mit, hozd már arrébb egy kicsit. Jó. Ide, ütesd le. Fektesd le ide, Lajos. Hol a geci van a karomunkról mentősen? Itt te. Fektesd ide föl. Ide üljél le. Magasra tedd a lábát, hogy a vérkeringés keringjen a vér. Meg ilyesmi, tudod. Menjél már, könyörögjél már annak a kurva mentősnek, mert pörgöm. Jó, kolom. Lajos. Mentős úr, segítsen! Ákos most írja a kettes. Nagyon jó. Roli, kösz szépen a szubot, Díres, neked is nagyon szépen kösz. Te vagy te? Ugye, Emhör? Te vagy? Én vagyok. Meg se ismerlek. Hát te is fogok. Elnézést, mentős uram, jöjjön már. Jövök. Nagyon megnyúltál, fiam. Hát most nekem baj, nem eszek sokat, tudod? Rendben, akkor legokat. Ugye, hogy nincs semmi baj a barátomnak? Főnök. Nyár megnézzük, az a tételt felhúzom. A lábamon kipicamodva neki csak épp, hogy... Mentős urát, baszott, hol a faszom van? Melyik a kedvenced, pátyám? Nem is lehet kapni, hé? Orvosi készletet. Ezt neked adom, jó? Hogy a rosszabb napokon tud... Bence, kösz szépen! Jó, a szubat. Adok pénzt, jó? Ez az összes, ami van. Drug Observation Agency, dickhead. Ne sértsél meg, bazd. Mindent neked adok. Persze, hát az összes vagyom. Elnézést, uram, ne bámészkodjon, itt a barátom kiszolgáltatott helyzetekben van. Maga meg itt nézelődik, mint a múzeumban. Nem látom, hogy... Mentőshez jöttem, ha? Igen, én vagyok a recepciós, hát jöjjön velem. Igen. Mondja, még mivel segítsetek. Szeretnék orvos készletet szerezni, de nem tudom, hogy honnan a faszom. Jó, én tudok adni kéz alól. Nem tudom, hogy... Na. Egy 25 ezer dollárért. Hát először nyújtani kéne a cuccot. Én egy dolgot fogok kinyújtani, az a pitmám. Drogdílerek vagyunk. Na. Előleget kell virítani főnök egy tízest, és akkor hozom ki a raktárba. Szegény vagyok, szegény vagyok. Hát akkor mi a faszomat akarsz? Tudod mit akadni? Tudod mit akadni? Mit? Semmit. Hát akkor dugd fel magadnak. Jó vagy, fiam? Tiszteltem, hölgyem, gyors kérdésem, gyors. Igen, miben tudok segíteni? Orvosi készletet honnan tudok szerezni? Hát elvégben a boltból, de a bolt fülel magán tulajdon. Nagyon pály neki, most nagyon pály itt a kollégának. Pusszuljunk a rákba. Jó van akkor, köszönöm szépen. Bocsánat, esetleg aszpirint tudok adni, uram. Tisztelet, tisztelet. Lajos, te mit beszélgetsz ilyen lányokkal?
Igen. Figyelj, én ne beszélj nekem, szerintem. Figyelj csak ide, te büdös tojás. Hát mi ez a hajdik? Lajos, add már vissza, amit előbb adtam, mert beszélni. Dike, veled, de ez az, akire én gondolok, ez a csöves bánat. Figyelj, mert a múltkorjában ez egy dolog cibó volt, nem? Sorban állhattok amúgy, itt kevesek lesztek. Miről beszélsz? Te egyik kezemet a seggembe dugom, lefokozulak. Mi nem voltunk felmentve verébarcú, de le lesz a rugdalba, mint a lábazotti bakulat. Mit csinálsz? Darcoskodol itt. Lajos, amit el akarod csábítani? Buziskodásba viszed? Viszed be a dugom? Figyelj csak, viszed bele a buziskodásba? Hát gyere bármikor, aládberek egyet, az ketté szakadjuk. Jó, bárja, figyelj, jegyezd meg, majd még visszatérünk rá. Na, itt erősködjünk, kisasszony, mi ez a... Mi ez? Elnézést, mi ez? Ha? Passzomat a fületekben. Viszontlátás! Ki a barátja? Nem ezek a csövesek, hanem... Vanyját. Eredjünk a gecibe. Itt van meg. Ú, ez az én. Az a zöld a tied. Neked hozta. Boldog szülinapot, Lali. Ja, csak bezárták véletlenül. Szivacatyor, kösz a 2 BBP-t. Csaba, kösz az 1000-est. Beülsz, Lali, vagy mi a passzomat csinálsz? Persze. Hát most szaladgálsz itt, bazen, mint zsidóba pálydalom. Bazen... Hey! Normális vagy! Én vagyok! Ja? Ja, várja, ott állt, akkor ott beülök. Ott állt, amit akartam, csak szereljem már, meg álljunk már meg. Gyere csak, hagyd nézzek meg valamit, figyelj csak. Figyelj csak ide, te csöves geci. Vak vagy mi az anyád van? Nem látsz, te faszukó nyomorít. Szállj ki, te csöves! Szállj ki! Megyere szállj! Jó van, ülj bele a kormányba. Nézzük meg ezt, hogy figyelj már. Ó. Nézem, mit szereztem neked. Én nem merek ezzel amúgy menni, mert félek, hogy elalszol, tudom. Hát amúgy simán benne van. Ja, tessen, nem is szabad ilyet csinálni. Várjátok már, hogy megjavítom ezt a kocsit, léci, jó? Várja, én is. Nézd rá a szemeddel, öreg a kocsia. Hallod, öreg vingeci? Mondjad, mi van, basszam ki az anyádat. Mondjad, figyelj, te man, csöves köcsön. Mondjad, te passzopó. Hát, mi az van? Az mi van, csöves geci, most popázzál? Hát? Hát? Nem fáj neki, öreg. Úgy nézd, maradj le kutyába. Mondom, maradj le kutyába. Szíj, tüccel, nem normális. Figyelj csak, olyan a kezem, én az inger van rúgja. Pékezzed magadat. Nem fáj neked, amúgy? Ne szemtelenkedjél velem. Te rohadt kúrva. Mert én vagyok David Keredány. Milyen Joker? Anyádtól vetted azt a nyomorék hangodat el. Bocsánat, elnézést, uram. Segítsél már, testvérem, hívd a izéket. A papot. Papot kell ide hívni. Ez egy káosz. Ez az... Nagyon régóta ez az első olyan stream, amiben nincs semmi script. Tetszik az ETO? De bassz meg! Ez így nagyon nehéz. Dávid, kösz szépen! Az a csávó? Basza, mi történik? Pedig régen milyen jó volt, emlékeztek? Kurva jó volt. Köszönöm, hogy ennek ezzel öreg úr, mert tényleg már oda. Lajos. Aha, nagyon jó vagy, Lajos. Aztán. Nagyon jó. Menni fog. Jobbra dönts meg a kart. Jobbra. Nagyon szar ez a kocsi, öreg. Hát az egy rakás szar. Jó vagy, Lajoska? Meg vagyok, gyere, szó, szállj be, öreg. Há, Isten őrizzék. Elviszlek, szó, szartára. Engem te ne vigyél sehova. Abba biztos vagyok. Jó ez így, atyám. Én nagyon élvezem egyébként. A múltkor is kurva jó volt. Igen, uram, most mi van? Úristen, mi történik itt? Miért?
Tegye fel a kezét az út. Én felteszem a kezem, csak azért egy dolgot el akarok mondani, biztos úr. Igen. Hogy nem hiszem, hogy jó lenne itt bármit is csinálni, mert nem vagyunk hárman, érted? Többen vagyunk. És nem szeretnék lövöldözni is megint. Elnézést hát, uraim, mi folyik itt, biztos urak? Úgy értem, hogy járunk paintballozni, tudja? És... Jézusom! Te micsoda faszomat csinál ez a fiatal ember ebbe a helikopterbe? Menjél nekem elnézést! Nem volt semmi! Mi történt itt? Nem tudom, megálltottak egyszer csak, érted? Ezek most jönnek. Ez jó hely, ez itt hazai pálya, hazai pálya. Merre mentek? Nem tudom, nem láttam. Nem akarunk kivenni egy másik autót, itt van ez. Mert ezt már ismerik. Várjál. Zsolt, kezd szépen a subgiftet. Várjál csak egy kicsit, az én kocsimat kell kivennünk, Joker. Jó. Ja, hát de mi a fasz? Várjál. Mi volt a neve? Ez nem jó. Volna. Miért? Baszak, ez nem jó. Mert mi a bajod ezzel? Ez Stankorlátkék mindig menő. Hát most ez szólít, tudod, ilyen urias, én remobilizálok most. Kettő ladám volt. Ez se az, bazd meg. Na, végre valamelyik? Hát jó, nem ráérsz, most mit idegeskedel? Hát jó. Még egy tippem van. Napenergiám van. Napallergiám van, képzeld el. Lőnek. Ez? Meg is van. Ez az, bazd meg. Kire? Nem kéne megjavítani, nincs hajtó. Hát direkt nincs, hogy ne legyen nehéz kibeszállni. Ez ilyen is, hogy rokkantoknak való, tudod? Én nem vagyok rokkant. Hát azt tudom, merem, az nem a Lajos ugrálok. De, ő. Hát mi a passzomat csinál? Mit tudom én, a pókembernek iszi magát. Istenem. Ez ránkozzon bajt mámba. Amúgy miért ilyen nyomorék, passz meg, nem is értem. Jó na, napot, uram! Hello! Miért vagy nyomorék, Lali? Elnézést, és köszönöm, hogy minket választott, hova vihetem? Mister, hogy hívják magát, elnézést? Mr. Frank Castle. Kastélyos Ferenc, hova vihetem? Hova lesz az utazás? Máté Szalka. De mindjárt hátra gyulok. Ne hülyeskedj a kurva anyádat, a pofán baszlak! Ne nyögjél, hova megyünk? Mit kiksz, maszpad a pofán, baszlak? Nem baszod pofán. Garázsba. Minek? Jó? De minek akarsz venni garázsba? Rendben, köszönjük, indítom a taxi órát. Elindultunk. Hova menjünk. Jó, de alapdíj úgy indul, Lali, hogy 30 ezer tolmát. 10 ezer, plusz áfasz 30. 30 ezer. 31. És kilométerenként 5 ezer? És ez már 3 kilométer volt, mióta kijöttünk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 ezer. A melyik garázsba? Ide jó lesz? 50 ezer. Jaj, bocsánat. 60 ezer. Elég. Mi? 70 ezer. Elég, itt kiszállok. Hát nem bír kiszállni, mert gyerekzár van. Nem áll, hát de nem kell tovább menni. Mit álljak meg? 90 ezer, 100 ezer? Persze, igen. 110 ezer. Jó napot, uram. Megjöttünk. Ez a vége? Így van, be van zárva az ajtó, kérem fizessen, akkor nyílik ki. 110 ezer. 110? Hát igen, ez most, ja, tudja, fölmentek az üzemanyagárak, ilyesmi. A luxus meg kell fizetni. Nézzem már meg, milyen izé hasított szarvasbőrülésbe ül, de uram. Nekem nincs klimatizált környezet, minden lópasz. Panoráma, ajtó melletti ablakok, meg ilyesmi. Jobbra-balra forduló kormány, ezt azért nem olcsón adják a mai világba. 110 ezer dollár lesz, köszönöm. Elütsz, hogy mi a faszunk van? Elnézést, uram, kifizetni a szállítási díjat? Lajos, süket vagy, vagy mi a faszunk? Le van égve. Hát ez leverült az elem. A Duracell megölt. Micsoda? A Duracell megállt. Az meg. A szívem is, ahogy megláttad magát. Öreg, hallasz? Most hallok, bazd meg, igen? Mi, szia! Meg. 110 ezeret mirítsad, mert szájba baszlak. Szia! Szia, üdvözöldem! De nincs nálam annyi. Mennyi van? Firefighter, kiszen 47...
Hát add ide a szelőlegnek, és akkor kamatozik. Jó? A pattincsod, mert kezdek türelmetlen lenni. Adom. Köszönöm. Kösz szépen, Firefighter, te vagy a legrégebbi feliratkozó egyébként. Tessék, öreg, tessék. Köszönöm, és akkor viszontlátás. Köszönöm, hogy minket választott. Holnap... maradnék még itt, hogyha ja, nem hát baj. Akkor várakozási díj van. Ez a Fizer légitársaság, vagy földi társaság? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000. Aha, ilyen gyorsan megy fel a szám. Hogy ne gyerekek, akkor matek. 20000. Meddig fogunk itt várakozni? Most elő van-e papír? Meg taxióra? Mennyinél járunk? 30000-nél. Aha, de nincs is annyim. Akkor meg takarodják ki az autóból. Te hülye gyerek. De nem akarok kiszállni. Kiskezű csókolom. Nézd, de milyen húsa van neki, te fiú. Há? Spingi kolyat, öcsém, tüdőd berezeg. Az biztos. Azt a kurva eget. Hello, gond van? Kiskezű csókol. Tessék parancsolni? Gond van? Milyen gond? Tudja mi a gond? Na mi a gond? Hogy a passzom még nincs magába. Elég öreg anyagod. Mi az, hogy öreg tudod te? Hallod a tapasztalat, fiam? Egyet scratchelek a buffon, az pröcskölsz minden lyukaslak, fiam. Érted? A tudás. Nem az időt kell nézni. Értesz. Na, azt mi van veled, kisfiam? Kifizeted azt a kurva pénz? Persze. Mennyi válom. Lesz? 150 ezernél vagyunk. Hát, de nincs nálam annyi. Nulla pénzem van. Kisasszony, segítsen már itt a fiatal embert. Nézze, most már a szüli napja neki. Nem lap... Ja, boldog szüli napot. Hát nem laphanthat be a mézes köcsökbe, csak egyszer. Érti? Nem. Szevasztok, szevasztok! Kis kárdugó villantás, ja. Ilyesmi? Nem. Úristen maga, milyen egy szipirtyó? Egy szigorú szipirtyó. Ha, most minek körül? 150 mire kell? Hát most... Mire hármat számolunk? Így van, most... Valamelyik fel tudná hívni a... Az anyukádat? Menjen érted az Ovi-ba, vagy mi a passzom? Figyelj csak ide, kis táska! Először, hogy szeretném bemutatkozni neked. Terminátor 3 vagyok, üdvözöllek. Miben segítsek, angyalom, mondjad. Ott van... Megmondjuk jól egy ember. Hagyd nézzem. Na, szép volt. Aha, ez itt? Ez itt a barátod neked? Ez itt. Nem, csak jól lenne, hogyha eltüntették. Ja, értem. Tehát akkor te ilyen polgárőrségben vagy most tulajdonképpen, igaz, fiam? Nagyon büszke vagyok rád most, hogy így óvod itt a környezetet. Szerintem a rókák elhordják hamarosan, hogy valami lesz vele, jó? Ne idegeskedjél. Szasztok, bocsánat, hogy így beleszólok. Szevasz, Kautsky Arvon, mi a kotta? Mi a helyzet? Nem érdekli magukat valami finomság. Mire gondolsz, Pina? Hát az is. Az nem. Én már öreg vagyok. Én tudod, mit szoktam? Izomlazítóval bekegyem a faszomat, azt rácsapom a spejzoltot háromszor. Azt mondom, hogy is vagyok maga. Bazd meg, hát. A legrosszabb embernek... Viszontlátás. Esetleg egy kicsi fagyit? Itt a lábam közt a fagyit. Öreg, a Joker kapott 150 ezeret. Én nem kaptam. Csak mondom. Én? Csak mondom. Elnézést, hogy tettem volna. A fubart ki kéne fizetni. Mert de én nem gerincsed el a törbe. Nem kérek pezsgőt, a jó Isten áldjon meg, köszönöm. Hát azt az öregnek akarta adni. Hát jó. Figyelj csak, egyrészt Lali, a jó kurva anyádat, hogy ilyen árunkodós vagy, mint mindig. Ez a csávó, mondja, de kit van a lábam között. Hát ennek utalta. Igen, látom, hogy itt mondom, bocsánat, hogy itt zavarjuk magát, kisasszonyság. A nevét megkérdezhetem? Claudia. Claudia? Az igen. Az igen. Ez az enyém is Claudia. Az övé is Claudia. És én is az vagyok, meg a lehetünk barátom is izé. BFF-ek lehetünk? Menj innen egy bikavér. Ez bikavér? Nem tudom. Én megmondom magának, én úgy vigyolnám magát, hogy főpázza. Öreg. Érti? Kérje már tőle kölcsön, az jó keres. Lajos, repülj rá. Hát, ha beadja. Én FV akarok lenni a hölgyel, FV-je, hogyha lehet. Az mi? Hát az a Friends with Extra, tudod az? Ja, ja. Én FV-je szeretnék lenni, hogyha ez belefér. Assza kúr. Nem hiszem, hogy a bátyám elenged. Kapják be, Gyulai! A bátyát is megmasszuk, ha akarja. Itt a barátom, az melegít hátul.
Vagy ő nem olyan... Nagy szavak egy kis embertől. Kis ember nagy bottal, tudja, van ez a mondat. Úristen, belenéztem a visszapillantóba, tele ment picsával a szemem. Nézd már meg ott a gádzsit. Asztal. De egy helyes kümében, parkoló. Rendes küm volt neki a kártyaolvasó fiam. Épp, hogy a legyek nem köpték be. Elnézést, kisasszony, minden rendben van ott? Jó rozsdás, ez bocsánat. Van itt egy passz, amit nekén szopni tisztelette. De minden, minden azt adj meg neki, ami jár, a rohadt húsevődek, a dögebő állat. Elnézést, uram, viszlát. Hogy beszélsz a szálladban? Hallgassál, mert popán baszlak, tudod? Hallpál gyulaimat. Milyen gyulaidat, te berrép? Hát fogam kezén meg beszorul. Kosszolj már innen. Köszönöm, jól elnézést, tudom. Elnézést, ez egy kiárat, bocsánat. Kiárat, szia. Viszlát, viszlát. Viszlát. Elnézést, bocsánat, nem kibaszott Angliába vagyunk, merém arcó! Faszomat bele. Normális az ilyen, Lajos? Ha? Hát most mondd meg, öreg, most mondd meg az őszintén. Azt mondom megmondani, hogy 150 ezerre tartozó csöves geci. Ott van a Jokernál. Joker nálad van a pénzem? Milyen pénz? 150 ezer. A nő adta nekünk. Én nem kaptam pénzt, jó? Dehogy nem, még mondtad is, de ne hazudj. Már egy picit? Itt megállok egy kicsit. Álljunk, hazudik a Joker, mint a vízfolyás. Szállj ki, mert szájba basszok, Lajos, megmondtam. Most kiszállsz. Tessék? Szállják ki fele. Igen. Látod ezeket a spoilereket? Bazd meg. Látom. Ha? Ezt a kalányos iramban legújabb részéről néztem el. Hát ez mellé ment, pedig olyan. Nagyon szerette volna, hogy sikerüljön, láttad? Majdnem elgázoltak. Már egy picit, hagyj szállj. Fedezzél, Lajos. Fedezlek, öreg. Hát most alápek. Fedezlek én is. Be, itt a katalizátor, mert tiszta dzsúva meg minden. Zsolt, kösz a subgiftet! Hát én is eladtam a katalizátor, Lala ezt is kilopta a hazug geci, még hát, azt mondja, hogy nálam van a lóvé. Nem kaptam semmit, öreg. Én adtam le ennek a katalizátorját. Az az igazság. Ja? Kellett a lóvé, mi? Persze. Szevasz, atyám, hello. Hogy nézett, piros autóval volt? Aha. De ez követ, bazd meg állandóan, rohagy igen, van igen. Meg. Hát, hogy kövessen, ez egy ártalmatlan kis csöves kukorica. Spanci dörcsi, örcsi, ha? Micsoda? A spanci dörcsi? Hát nem, azért. Jó van, örcsi, ki menjünk el. Elígyött ebbe fele. Gyere, örcsi, vigyél el valahova engem. Mi ez az örcsi, bazd meg? Most találtad ki? Hát te vagy az. Azért 4 év után eddig kell gondolkodtál rajta. Hát nem gondolkodtam, elég sok minden eszembe jutott. Figyelj csak ide! Baszki, szopott köcsög, gyerek! Igen, ezt akartam kérdezni. Tulajdonképpen. Most serítem ki az ablakot, azt bebaszod. Nem, itt nálam. Nálam nincsen bebaszva. Zsebemben van egy csápos emelő. Nézd meg, nem bírsz velük, baszd meg. Ez nem egy csápos emelő, ez szóval emelő. Csomagtartóban van, testvér. De lehet, Lali, figyelj már! Lali! Hát tudod, mi az a csápos emelő? Lali! A faszt csinálsz amúgy hátul, ha? Csápos faszt. Fülembe szerintem sok a zsír, mert nagyon nem hallok. Tudjátok, hogy mi a helyzet. Ha? Tudjátok, hogy mi a téma. Kiszállunk, provokálunk. Nem. Ki ja, provokálsz? Akkor melyik? Miért kéne provokálni? Mondja Dörcsi, akkor melyik? Baszok, itt az autókkal kell egy, tudod, okoskodni. Ja, persze, Örcsi, nyomaton várja. De hagyd már be ezt az örcsizés. Nagyon csuki. Igen. Menj be a faszomba, Joker. Örcsi. Buszibad hát öreg, öri. Bebuzultál, öröpségedre. Örikém. Joker, te meleg? Teljesen bebuzult. Nem vagyok meleg, bazd. Miért lennék meleg, Örcsi? Tudtam, hogy Lajos az hatással van, de hogy ennyire... El fog csúszni, úristen, egy kirincsel! Kussuljatok már be, bazd, mit tudod, bár? Szerintem meleg. Figyelj majd, ezt a köcsök gyere, kusszuljál már innen, mert ki lesz tágítva a lyukat. Jaja, a lyukat ki lesz tágítva, kurva anyám. Kösz szépen, Bliágy, köszön egy 4500-öt! Mondjad, Lajoskám. Mi a helyzet? Hát, várjál, Örcsi. Fejezd be ezt az őrcsizést, mert orrnyergen baszlak. De most miért? Hát, mert most miért nem hívhatlak így? Barátok mert, vagyunk, nem? Mert most mondom, hogy ne hívjál így, bazd meg. Buzi vagy? De ez mi? Olyan cuki. De hát hogy is csak picsába. Barátok vagyunk. Egyszerűen hát ez nagyon buzis. Hát elfelejteném a nevet. Hagyd neki egy maplást, Dir! Hagyd neki! Pák, kérsz még egyet? Ja, fejezd már be, mit is ér? Boxolod a levegőt.
Most hallunk, Lajos, igen, igen. Miért ne hallanak? Úrreg, apácsom. Fülemmel, meg a szememmel bajok vannak. A passz ki kéne húzni belőle, azt akkor egyből jól működne szerintem. Fegdom, kösz szépen a szubot! Eldre kösz a két hónapot. Itt vannak a zserkók, nem jó ez. Ujj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 j
hülyén vettem. Most nacciós volt 10 forint. Tudod, a másik feled vett 20 forint fel. Fogba pofázat, te buzirudi. Gyerünk, boxzat. Gyerünk, nézzük. Nézzük, kinek van passza, gyerünk. De te mit ütöd a kocsit, te csöves geci? Kiszállok a szart kiverem belőled. Dők, még Jézusom, a kocsit ütöttek? A gyászatja meg anyátokat, te mit csináltok? Jézusom, rendőrt hívd ki, Lajos. Na hívj a rendőr. Hívom, hívom. Hívjuk ki, mert a huligárok vagytok, bazd meg. Sok fog. Ez olyan volt, mint a Starbucks. Igen. Ez az, ugye? Ez volt az. Elnézést, kurva. Azt tudják innen, kurva, gyorsan a kocsiból? Jöjj, legyen szíves, kövessen minket. Polgárőrségi hatalmamnál fogva. Te polgár őr vagy őr? Nézd már, Joker, basszák meg. Figyelj csak, Lajos. Szerintem a Joker, ez bebuzult. Látod, ki van pesve a szeme. Állandóan csücsörít, mint egy kurva. Szájba vertek egy tetőlétszer. Észre vagy a körcsi, menjünk el. Meg elkezdte ezt az őrcsízést. Őrcsihelyet. Most megint, most mi, rólam volt szó az előbb, vagy mi? Nem, csak... Nem. Hát akkor mi az, hogy megelkezdte ezt? Akkor mondják ezt, hogyha már róla beszélnek, megjelent, megelkezdte. Barátnő. Ja, aha, értem. Az jó őrcsi. Most új izém van, barátnő. Ezeket? Milyen kocsidat? Elnézést, uram! Lopold Geti, ki a kocsimat? Elnézést, uram, jöjjön utánunk. Elnézést! Állja meg öreg, állja meg egy pillanat. Nem, várjam egy kicsit, most egy kicsit itt tudom. Ne várj, ne várj! Elnézést, uram, jól vannak? Jól vannak, uraim? Várj egy picit, mert kicsit megigazítom őket. Kapaszkodjatok, kapaszkodjatok. Egyenges ki, öreg. Elnézést, uraim! Bocsánat! Joker? Aha. Nyomhatom? De nem tudom, hogyha mozogsz. Ő már... Elnézést, uraim! Ó, bazd meg! Ne lőjjét a bazd! Elnézést, szálljon ki! Szálljon ki! De meg szálljál ki onnan a másik oldalra! Semmi gond, csak a kocsimért jöttem, semmi para! Figyelj csak! Tedd fel a kezedet, kurva gyorsan! Most jöttem le a cuccról, nálam nem tudtam semmi! Jajajaj, kettőt egy csapásra, tudod? Tedd fel a kurva kezedet, kurva gyorsan! Ebán csak a szépi vers! Húli kutya, térdre osz, könyörögjél, érted? De csontodé! Fordulj meg a palhoz, jó? Nem fogunk bántani. Térdelj le és könyörögjél, jó? Puli? Ez volt az, aki pofázott nekünk, tudom, emlékszel? Tudom, persze. Én csak az autó mellé jöttem, fasz. Pofádat befogtad fordulni. Fordulj a pal felé, légy szüves. Szeretném, hogyha ugatnál nekünk, jó? Ugassál meg, nyusszissél, mint egy kis kutya. De légy, kajak, kamóba. Tényleg, mondom, ugassál, vagy lelőle. Oké. Tessék. Ugassál, vagy előre? Bocsánat, egy pillanat és jövünk, Lajos, tudnál jönni, ne haragudj? Hallod? Persze. Azt a kurva. Anyád, büdös faszát. Igen. Most már lelőtte Joker? Hát nem szólt, hogy ezért tudod kiukat, meg mit tudom én, hát nem félt, érted? Megnézzük a zsebeit gyorsba. Jobbról figyelnek minket, észrevettem. Nincs csak egy kabát, passz meg itt az oldalára fölkötve. Mehet öreg. Nem, nem, hát az én nem. Elnés is tudja semmi. Elnézést, Joker! Várjam egy picit! Szemtanúk vannak itt. Jó, mindjárt intézzük. Hát most már mindegy. Nyomassátok, bozd meg! Á, nem vagyok olyan fiú. De az egyik az már koppant is. Jó, jó, ezt olyan. Rendszámot lepocózom. Most, és egy gyalogos gázolás be kell jelenteni, Lajos. Jó, 50 LP, 3. Jó napot, Mr. Búvár bácsi! Jó napot, mi történt itt? Jól van, uram? Jézus ereje! Ráhajolok, megyúlok a zsebibe. Uraim, mi történt Isten. Itt? Hát ez az, képzelje meg ezt a bicikli Stranger Things-es csöves gecit, tekert a drótszabarával, azt a búvár, az a berébarcú, telibe vert, az kipekült. Azt a kurva meg. Gondolja, uram, én segítek magának. Fiatalság, bolondság. Nem kell. Mit szólnak hozzá, mit szólnak hozzá, mit szólnak hozzá, én beverem maguknak. Kicsoda? Hát aki itt rendet bont. Á, semmi rendbontás nincs itt, semmi ilyesmi. De mi történt szegény csávó le? Lali, bazd meg, gyere már egy pillanatra! Bosszú, jó van, hát nem jó a fülem, hát ki a báj? Beszállunk a kocsiba, viszed a pirosat, én a kéket, azt menjünk a faszomba, gyorsan, jó? Gyerünk. Elnézést, uraim!
Elnézést, uraim! Se vagyok. Gyere már, bazd meg! Az a gyerek már tényleg idegesítő. Ki is lőtt. Ez miatt szomorú vagyok. Nem szép dolog. Ez milyen faszom volt? Zsolvaj tempó, mondjuk a kalányos iramba. Köszönöm a vigasztalást, nagyon jó volt. Jöhet vég. El kell kapni. Az idegesít, hogy MG-ből jön utánunk egész stream alatt. Belebasszok egyet neki a kocsiába, mit gondoltak? Oda szarjuk? Kesztyűtartóba? Neki? Azt a képet láttátok már? Mehetne öreg egy rablás. Nem merek rabolni, mert megváltoztam. Márk, nagyon szépen köszönöm, a három rongyot nagyon szépen köszönöm, haver! És nagyon boldog születésnapot kívánok én te neked. Megmondom őszintén. Az anyám, az gyerek. Induljon neki a banhammer. Nem kell bannolni, én azt mondom, nem kell bannolni. Valahogy azt kéne mindenki fülébe elültetni, meg fejébe, hogy tök jó együtt terpézni meg minden, csak nem G-ből történjen. Gyere föl, se... Benny, kösz a subgiftet, az 5 darabot. Nagyon szépen kösz. Köszönöm. Nagyon szeretlek, köszönöm. Csók. Puszi. Valamikor lesz egy kis lol. Szerintem Twitch-en lesz, ha lesz. Az a baj, Jöri, hogy már nem jó össze és öregszel. Ez igaz, de... Mi az az MG? Mike Rémes Gundel palacsinta. Ez igaz, egyébként öregszem. De az öreg még mindig jó. Ferenc, kösz szépen! A szobat! Hát a Jokerre még egyszer meghalok, bazd meg. A túlvilágon is meghalok. Nekem a kebab tetszett nagyon. Képzeljétek el, beszéltünk a kebabnak a készítőivel, hogy mi újság van. Mondta, hogy... Mondták, hogy... Ez buzi. Mondták, hogy kicsit még bugos a game, szóval várjunk vele a nagy étteremnél. Dominik, kösz az ezrest! Kösz szépen! Úgyhogy kebab... Nem tudom, gondoltam, hogy újra kéne kezdeni. Nagyon bugos a nagy... étterembe költözés után. A Joker bemegy kórházba kocsival. Szeretnék kérni egy mentős gyorsan! Azt mondja, hogy... Sanyi, kösz a 2 eurót, nagyon szépen kösz. Tetszik a fülem. Láttál a faszom. Hogy hallasz. Gondolj az erre. Akkor van vére. Balkész, kösz a 200-at! Kéne egy ember roleplay nevű szerver. A faszomban van a véledó. Boldog szülnapot mindenkinek, akinek ma van. Azért nagyon sok embernek van januárban a születésnapja. Kiszámolunk 9 hónapot, ez mennyire jön ki? Tehát akkor nagyon aktívak voltak papák meg a mamák. Vagy akkor volt valami nagy áramszünet, vagy ilyesmi? Ha? Lehet. Egyébként. Kebab most folytattál, hogy csak a bodon még nincs fent. Igen, pont maradtam ki. Hogy mikor jön ki, nem tudom már. Azt a kurva. Jó napot kívánok, csókolom. Igen? Jó, uram, menj, tudunk beszélni 2 szót, 4 szám között. Igen, csak gyorsan, mert a barátoknak... Jokerre szexelni akar már az orvos is. Áprilisban dugnak az emberek, mint a nyulak. Lehet, bazd meg. Lehet, hogy akkor volt valami globális áramszünet.
pár évvel ezelőtt. Öreg, a PS1-re TRS 1-es szobat meddig lehet még jelentkezni? Január 30 vagy 31 ahány napos, akkor lesz a zárás, a sorsolás pedig február első felében. Kérhetnék egy kis helyet? Akkor önnél van a cucc, jó? Na, akkor próbáljuk meg még egyszer, mert annyira körbeálltak, olyan sokkal de valami mindjárt meg is fel is veszem. Igen, hála jó Istennek, egy olyan embert vizsgáltam, akinek nem volt semmi problémája. Ezért megfogom az urat, szépen a húzantról... Sztori lesz majd még. Ó, Balázs, hagyjál már! Hátára fordítom fejét, hátrahajtom. Amúgy én igénybe tudom venni a kezelést. Elkezdem a reanimációt. Most látom. Reanimáció során folyamatosan figyelem, hogy visszatér a spontán lépés. Zsolt, kösz szépen a subgiftet, nagyon szépen kösz. Fatal Error kapta a subgiftet, nagyon kösz szépen. Az Zero Energia italt boltomban nem lehet kapni, nem, kizárólag online. Egyébként, de most kurva nagyra értékelés van az egész shopba. Nézzetek föl rá, felkelt ilyen embert, beírjátok, és akkor ott meglátjátok. Ilyen 40-30%-os árcsökkenés van, meg ilyesmi. Szóval érdemes, aki esetleg eddig nem akart vásárolni, az most ócsói meg tudja tekinteni a törmékszeket. A karácsonyi cuccokra, üdítőkre, mindenfélére van. És itt is van az úr. Jó estét kívánok, uram! Úristen, Jézusom! Jó vagy, Ari? Nagyon jól vagyok most már. Jó, Ercsi, már voltam. Azt hiszem, egy angyal áll itt mellettem, úgy felállt a paszom. Leszakadt a nadrágom hirtelen, majdnem. Ne érezze magát zavarba, ez egy természetes férfi reakció. Közben csak azt mondjuk, hogy széttetovált pronyó az. Ennyi. Szegény vagy. De hogy jönnek be kocsival? 3000 élet ez gyomor. Tele van zoknival a gyomra neki. Én az anakondának. Köszönöm, uram, a segítséget. Nagyon szívesen. Vigyázzanak magukra, viszont minden jót. Úristen, mi asszonság. Ez rosszul van itt a hölgy? Aha. Egy kicsit igen, de úgy látom a mentősor, hogy kurvára nem érdekli. Én betolom neki a lázmérőt, hogyha segítem. Azt mindjárt gondoltam. Ha nem kell pértékenykedni, magának is jut. Betoltam neki a lázmérőt most. Itt vagy kedves barátom, egy pillanatra. Gyere, rögtön másik oldal. Ezzel megyünk. Ímor, ez milyen kocsi, há? Persze, jövök. Elnézést, uram! Álljon meg, legyen szíves! Az automat jó lenne, ha visszaadná! Jaj, bocs! Az meg, te normális vagy? Nem, direkt volt, menjünk! Ez milyen kocsi, ez jó kell, ez hogy? Nem tudom, hallottas, nem látom. De mit keresnál az autóm? Elnézést, uram! Állj meg, passzok, bocsánat! Az olyan kocsikkal kéne járni, nem jár szarokkal. Gyerünk a kecibe. Az nem ilyen. Jó, ja, kocsikám. Elnézést, mi a faszomat csinálsz? Hát mert bazeg rám jön az a szar. Kíros pára itt nem láttak ti. Ne, ott állt benne a parkolóba. Kajak? Esküszöm. Na öreg, nem kör. Nem kör? Elnézést, uraim, ez milyen kocsi ez? Ez halottas szállító. Nagyon rossz ez a kocsi. Mert baszom az ablakot. Jézus házok, tortás kizébűzé, megkenyve egy kis májtét, egy kis bírót kenyérrel. Kocsára, viszlát! Ezzel már lehet akarítani ilyen. Elnézés! Én vagyok, az ne lököd már! Ja, bocsánat, ha nem tudtam bazni. Gyere, menjünk haza! Ghostbuster, szamúgy. Nagyon pacek. Szegény Gusztitó elvettik. Jézusom, jól vannak uraim, viszlát! Hú, micsoda izgalmak voltak itt. Köszönöm!
Oh man, duda he. Elnézést. Arrébb menne fiatal ember. Figyelj csak, buzi gyerek. Tartozásodat nem adod meg, holnap lesz 200 000 lesz. Megadom, öreg, persze. Na, bár, most, akkor. Viktor, kösz az 5 eurót, ne szépen. Nincs annyi. Jó, hát csak holnap 200 000. Jó, jó. Hát mi a faszomat lősz, Zsolt? Ha valaki ott bebújt a mostam okorba, nem láttad? Úristen. Na jó éjszakát. Jó, itt öri. Innyitó? Szevasztok, szevasztok. Öreg, játszunk? Szúnyog, hát. Aha, aha. Oké, okay, oké. Okay.